Nagyon fontos elmondanunk, hogy van egy felhívásunk, Valentin napi szerelmes üzeneteket, videó üzeneteket várunk Önöktől. Töltsék fel Facebook oldalunkra. Bizony, 13, azaz 15 és 20 másodperc körüli videókra vagyunk kíváncsiak. Ezt a fem3kafe@tv2.hu e-mail címre küldhetik, és akkor nyerhetnek is, ugye majd? Amelyik videó a legtöbb lájkot kapja, az a páros nyer majd egy koncert. Igen, jegyet Gájár Bálint február 13-i koncertjére. Nos, hát ez a kis közérdekű információ, mert mindenképpen szerettünk volna elmondani, tehát küldjék a videókat. Most pedig Mészáros Mihályt köszöntjük, bloggerként vagy most itt jelen körünkben, és hát egy fajsúlyos téma, de ami tulajdonképpen könnyíti ezt a beszélgetést, hogy te elképesztő nagy humorral állsz ehhez az egészhez. Ugye nem akarok semmilyen promót, meg nem tudom mit mondani, de muszáj elmondanom, blogodat vezeted, és rákos voltam, de már elmúlt, azt hiszem. Ugye, és azt hiszem, hogy a cím az tökéletesen példázza, hogy te, hogy miről szól a könyv, és te hogy állsz, hogy álltál ehhez a betegséghez. Mikor diagnosztizálták nálad a betegséget, és mi? 10 napján volt 4 éve a diagnosztika, ez egy béldaganat volt, ez egy végbéldaganat volt. Az első év volt a mozgalmasabb, ugye akkor kemoterápiák, sugárkezelés, műtétek, az egy ilyen mozgalmasabb volt, azóta a kontrollok mennek. És azt én végig ugye egy blogon írtam a napi történéseket, és az olvasók nyomására úgymond született aztán végül ebből egy könyv. Nem olyan ugye te használod a humort. Gondolom, hogy a humor volt az utolsó dolog, ami eszedbe jutott, mikor közölték veled ezt a rossz hírt. Hát az első nap nem csapkodtam a térdembevőgéstől, mikor kijöttem ugye a diagnózisról, de utána aztán inkább a groteszk helyzetek hozzák ezt elő. Tehát, hogy az ember jön, megy a különféle intézményekbe, ott lát mindenféle dolgokat, ahogy bánnak vele, nem fejtelen rossz értelemben, egyszerűen vicces, tehát nem tudom máshogy mondani, tudom, hogy ez sokaknak furcsa, de hát ez van. De te lelkeden ez segített, hogy így álltál hozzá a dolgokhoz? Ezt nem tudom. Alapvetően nyilván egy ilyen könnyedebb stílusú valaki vagyok. Biztos, hogy segített. Biztos, hogy aki egy kicsit azért könnyebben próbálja felfogni ezt, próbál a hétköznapokban maradni, és nem átengedni magát ennek a nyavajának, annak valószínűleg könnyebb dolga van. Könnyebb a gyógyulás, ugye erre is evezhetünk, hogy te tulajdonképpen tehát magát a blogírást és az abból született könyvírást azt egy terápiás jelleggel kezdted, vagy már akkor volt benned egy olyan célzat, hogy esetleg a betegekkel, azok, akik mondjuk éppen küzdenek ezzel a betegséggel, nekik segíts. Ilyen igazi célja nem volt. Egyszerűen csak egyik nap hazamentem, és az aznapi történések úgy mondom, ezt leírom, mert el fogom felejteni. Aha. És elkezdtem írni, és így lett be egy napló, és aztán úgy, mivel volt rá érdeklődés, ezért így ment tovább. És igazából már egy jó másfél éve ment, mikor elkezdtek olyan visszajelzések jönni olvasóktól, hogy nagyon jó, hogy írom, mert neki ez segít, meg a rokonának segített, ugye, hogy nem feltétlen kell egy diagnózisra a kézben rögtön a temetkezési vállalathoz szaladni, hanem túl lehet ezt élni, nem kell befordulni, hanem próbálni kell egy kicsit élni tovább, úgymond. Nagyon nemes célra szánod a könyvből befolyt bevétel ráadásul részét. Felajánlottad teljes egészében a Hútvölgyi és a Margit Kórháznak. Igen. Tudod pontosan, hogy mire fogják ezt költeni ott? Hát ezt rájuk bízom. Nyilván azért mindenki járkál Magyarországon egészségügyi intézményekben, látja, hogy körülbelül milyen viszonyok vannak, biztos, hogy fognak találni rá valamit, amire el lehet költeni. Akár eszközre, akár egyszerű kéztörlőre, bármit. Ugye azt az előbb elmondtad, hogy te ugye a hagyományos orvosi protokollon mentél keresztül, igen, tehát a műtét, a kemoterápia, sugárkezelés, igen, azt is kaptál, és hogy az első egy év volt a legnehezebb és a legmozgalmasabb. A lelki, én azt gondolom, hogy magában az a stílus, ahogy te ezt kiírtad magadon, biztos, hogy segített ahhoz, hogy most hál' Istennek jól vagy, tünetmentesen itt szemben, lekopogjuk igen gyorsan. De szerinted ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy a daganatos betegségek kialakulásának okai mögött is lelki tényezőket kell keresni. Szerinted nálad volt valamilyen trauma, vagy te fel tudtál idézni egy ilyen jellegű traumát, ami a betegség? Konkrét trauma nem volt. Az onkológusom is említette azt, hogy ez a fajta betegség, neki az a tapasztalata, hogy benne van, hogy az ember, akik ilyen szorongósabb alkatókat valamiért jobban előjön. Uh-huh. Én egy ilyen szorongósabb alkat vagyok, tehát simán tudok vacilálni egy mondaton 2 hétig, hogy ez miért azt mondta. Aha. De jellegű dolog.
Előtte igazából nem élt stressz, tehát ha lehet mondani, nem csak ebben voltam más, hogy ezt leírtam, én 2 évig otthon voltam gyesen a lányommal, ebben is picit más voltam, tehát pont egy ilyen viszonylag könnyedebb időszak után jött elő ez a betegség, cirka 1 év múlva. Ezért egyes annyira nem könnyed időszak. Hát azt is viccesen fogtam föl, tehát eleve a játszótéren furcsán néznek az emberre, hogy egyedüli apaként van otthon, jó, hát persze, és akkor jönnek a kérdések, hogy és te is vasalsz meg ilyenek. Tehát, és vasalsz? Vasalok, igen. Ezt én vasaltam tegnap este. Jó, mondjuk az akut akarja, nem tudom, hogy milyen hát, a többi, de elhisszük, hogy jól csak kérdezik. Ezt a részt. Meg kell kérdeznem, hogy most hogy vagy, ugye most említetted, hogy hál' Istennek tünetmentes vagy. Ugye azt mondják, hogy 5 év után lehet a diagnosztizis után, 5 évvel mondja ki az orvos bátran, hogy akkor meggyógyult? Igen, ez rákfajtától is függ, valahol 5, valahol 10 évet mondanak, nálam is mondtak 5-öt és 10-et is, igazából az a lényeg, hogy minél több legyen. Tehát persze. Alapvetően nem annyira ilyen mérföldköveket keresek, hogy megvan az 5 tuti életben maradok, hanem egyszer legyen meg a 5, a 8, a 100. Nem titok, mi a reklámszünetben egy picit már beszélgettünk, és mondtad, hogy édesanyád és ugyanebben a korban szenvedett. Így van. És te utána nem mentél el szűrővizsgálatokra, nem vizsgáltattad alaposabban át magad? Nem. Megmondom őszintén, fel sem merült benne, magáról a betegségről sokat nem tudtam. Akkor az őt kezelő orvosok erre nem hívták fel a figyelmet, hogy hát fiatalember, ugyan maga még csak nem tudom, 30 éves, vagy még annyi se, menjen már el egyszer egy tükrözésre, vagy valamiféle kontrollra, magamtól meg nem jutott eszembe. A tünetek is ugye nekem, mikor kezdődött, nagyon aprók voltak, egyszerűen csak máshogy kellett járkálnom más ütemben. Uh-huh. Aztán az elmúlt nem, senki nem gondol rögtön egy ilyen komoly betegségre. Mikor elmentem vele gasztroenterológushoz, persze rögtön felmerült, hogy tükrözés, és akkor megnézzük, de hát első randi nem adja magát könnyen az ember. Úgyhogy sok-sok vizsgát után derült csak ki. Tehát a vérképem, az ultra, minden teljesen jó volt. Tehát ilyen katalógus adat volt, és csak a tükrözésen látszott, hogy nem biztos, hogy minden olyan jó. A blogírást gondolom folytatod azóta is. Most már ritkábban, ugye inkább csak ilyen negyedéves szűrővizsgálatok vannak. De akkor ezt kifejezetten a blogot akkor használod, amikor mondjuk a betegséggel kapcsolatban valamilyen... Így van. Most minket meg fogsz említeni a blog? Hát, ha szeretnétek. Hát miért? Hát ez is ezzel az egésszel persze, kapcsolatos. Nyilván, nagyon egy Facebook oldala is ugye ennek a blognak, illetve a könyvnek. Ott már említettem, hogy fogok jönni ide, tehát már volt egy előpromóciója a dolognak, de alapvetően ez csak erről szól, tehát nincs benne ilyen magánéleti dolgok annyira. Nyilván egy minimális családi vonatkozása van a történetnek, de most az, hogy mit gondolok a kenyérárakról, az nincs leírva. Tehát. Többször búcsúztál az olvasóitól. Volt ilyen műtétek előtt, stb., mikor voltam, hogy nem tudom, hogy mi lesz a vége. És akkor volt egy ilyen utolsó bejegyzés a blogon időzítve, ami azóta is el van téve, és mindig tolom arrébb az időzítés. Néha elfelejtem, akkor valaki felhív, hogy meghaltam. Jaj, de milyen érzés volt neked ezeket kiírni magadból? Azért ezek óriási félelmek. Hát, vannak benne nagyon rossz részek is nyilván. Valamikor az ember könnyebben fogja föl, műtétek után azért elég erős fájdalmak voltak, a kétségek ott vannak, abszolút hipohonder lettem azóta. Tehát úgy, hogy előtte nem rohant az ember minden tünettel, most ha valami van, akkor már mindenféle átéteket tudok vizuálni. Úgyhogy... De akkor azért próbálod ezt az egészet így ledobni magadról, vagy ahogy mondod, azért ez így a mindennapjaidban jelen van? Ott van a mindennapokban, de nagyon erősen próbálom. Azért ez nyilván kihat a sima munkára, minden egyebekre, hogy az embernek ott a háttérben megy. Próbálok a kezelések alatt is nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy a szürke hétköznapjaim megmaradjak, hogy én tudjam minden lányomat a szobodába, akkor még dolgozzak, és akkor onnan mentem ki kezelésre, mert csak egy ugrás a sugár, vagy ilyenek. Tehát így körülbelül ez ment, és ezt próbálom azóta is. Ugyanúgy járok focizni ide-oda, meccsre. Helyes. Na hát, és akkor szerintem folytasd mindenképpen ezt, remélhetőleg minél kevesebb bejegyzést kell tenni. Igen, a szokásos évi kontrollok alkalmával tegyél egy-egy bejegyzést, és mondjuk akkor, amikor ebből a témából beszélgetsz, akkor esetleg tegyél oda egy kis jelzést, hogy itt voltál a Fennhárom Káféban és beszélgetsz. Mindenképpen meg fogom nézni. Köszönöm nagyon szépen a meghívást, és ha fogadtok egy-egy példányt a könyvből, akkor nagyon szívesen. Én nagy örömmel. Nagyon szépen köszönjük. Neked is. Köszönjük szépen. Igazán nincs mit. És akkor 130 év múlva találkozunk. Ugyanitt. Köszönjük. Köszönjük. Én köszönöm.